lusta asszony pizzás igája, pennis tésztából, meg egy kis pizzakrém, sonka, sajt, más nem is kell hozzá. Mikor én csinálom, úgy szoktam, hogy 1 kiló liszt, 2 deci olaj, 6 deci tejbe egy kis cukor, abba felfut az élesztő, egy kis só, de így most egyszerű. Kovis koromban, amikor megkérdezték, hogy mit ettél az óvodában, Marici, mindig azt mondtam, hogy szőnyeget. Máj napig nem sikerült megfejtenem, hogy miért. Aztán később, 10 évesen, főztem valamit, és jól sikerült, azt mondták, hogy na, most már férjhez mehetsz. Olyan bölcsességek is röpködtek, hogy a férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út. Akkor vélhetően a szeretőjükhöz is pörköltet és pizzástigát enni járnak. Vagy nem? Mit gondoltok? Szegeden a Csigapékségben ettem eddig a legjobb pizzástigát. Amikor a testnevelési főiskolára jártam, mindig ott szálltam le a vonatról, és majdnem mindig vettem egy pizzástigát. Ez pedig, amit éppen szeretelek, Kinga formázott füstölt bujkasonka. Szerintem ez nagyon finom. Megpakoljuk sonkával, rászórjuk a sajtot, feltekerjük ügyesen, vagy ügyetlenül, majd ahogy sikerül. Ezt látni, hogy nem minden nap ezt csinálom, ugye? De amikor csinálom, akkor jól mulatok. Csigára vágjuk. Gondoltam naívan, de nem jött össze ez a kaszabolás, mert túl vékony volt a tészta, elég puha is volt, tele is tele nyomtam. Ezzel a pizzás került cserés. Ez lett a vége. Aztán úgy döntöttem, hogy beteszem egy picit így egészbe sülni, hát ha összébb áll. Amíg sül, megmutatom, hogy cicomáztam ki az egész házat karácsonyi ünneplőbe. Nagy dundi girlandokra főként arany és piros díszeket tettem. Szeretem ezeket a piros organzamosnikat is. Aztán van itt egy álmennyezet. Ezt is körbe pakoltam, kicsit vékonyabb girlanddal. Aztán ez a nappal itt vigyorog benne a hóember. Az ablakokra is szeretek egy-egy ilyen kis bajszos díszt tenni, ez már hát nappali tévézős, még a denevérpadot is felkabátoltam. Lecseréltük a fali képet karácsonyosra. Szeretem ezeket a cuki kis apróság figurákat, ott lent vigyorog a Mikulás, másik oldalt még egy, fönt a rénszarvas, és annyira imádom ezt a hangulatot, hogy még anyámnál is kidekoráltam. Egy picit szerényebben, aha, ott lecibálódott a piros girlanda, mindegy, ez a hálószoba. Itt csak egy ilyen L-alakú és az ágynemű is. Természetesen karácsonyi hangulat, és találtam ilyet, amin macika rajta van. Ezért külön imádom ezt az ágyneműt, és nagyon jó puha az anyaga is. Hogy lehet ilyen ártatlan kis kutya szemekkel nézni, mindig elolvadok tőle? Mi a titka neki? Közben igazam lett, mert vághatóra összeállt egy picit a sütőben, de most már abszolút nem csiga formája van, hanem inkább ilyen mini meleg szendvics. Na de lássuk, mi lesz belőle. Vagy hogy stílszerű legyek, mi sül ki belőle. Na kész van, és elég gyanúsan néz ki. Egy picit félve, picit elkeseredve veszem ki, de azért ott él még a szívemben én a remény. Valahol nagyon mélyen most már. Hát, ez nem lett jó. Basz, miért? Megkockáztatom. Mi baj lehet? Hiszitek, hogy sem egészen ehető, sőt, majdnem finom, és alkoholmentes, peronival. Jó ideje semmi alkoholt nem iszom, viszont a sört imádom. És ez tényleg olyan, mint az igazi. Ha nem tudnám, elhinném, hogy az. Egy.